Hétvégén elkezdték a játszóterek fertőtlenítését, ma pedig már meg is nyitották az EU szabványnak megfelelőeket. Ez azt jelenti, hogy a városban található csaknem 500 játszótér közül 100 már nyitva van. A városgazda környezetbarát vírus és gombaölőszereket használ. Az összes játszótér sorra kerül majd. A fertőtlenítés az időjárás függvényében körülbelül 2 hetet vesz majd igénybe. Minden fogantyút, mászókát, csúszdát és még a legapróbb játékelemeket is alaposan lefertőtlenítették a hétvégén. Ez az óvintézkedés elengedhetetlen volt ahhoz, hogy ma megnyithassanak a játszóterek. A koronavírus miatt csaknem 2 hónapig volt zárva az összes játszótér Miskolcon. A városban csaknem 500 játszótér van, ebből 100 felel meg az EU-s szabványnak. Ilyen a népkerti is. Zsófi egy percre sem áll meg, ha nem muszáj. Miután lecsúszott, azonnal rohan, hogy újra felmászhasson. Bátyával együtt láthatóan nagyon örülnek, hogy hosszú hetek után újra használhatják kedvenc játszóterüket. A húgom azt a nagy csúszdát szeretik, és gyakorlatilag én is azt szeretem a legjobban. Az elmúlt 2 hónap játszóterek nélkül nem volt egyszerű a kisgyerekes családoknak. Azok a családok, mint mi is, például szerencsésebb helyzetben vagyunk, akik családi házban laknak. Nyilvánvaló, ahol ilyen kiskorú gyermekek vannak, akkor van kint az udvaron játszó tér jellegű hinta, meg ilyen alkalmak, és hát ott el tudták foglalni a gyermekek magukat, de mégsem olyan, mint egy igazi játszótér. Hétfőn egyelőre a népkertihez hasonló új és nagyobb játszótereket nyitották meg, de a többi játszótér fertőtlenítése is folyamatban van. Ez ugyanaz az anyag, amit a busz és villamos megállóknak az ülőfelületen, illetve különböző fémtárgyain használunk, amely megakadályozza azt, hogy a ruházatot vagy a különböző bőrfeleteken maradványok maradjanak. Az időjárásról függően körülbelül 2 hétig tart, mire végeznek a fertőtlenítéssel a szakemberek.